Feldobbant a város adventi koszorúján a második gyertyalángja is. Azonnal mutatjuk az ünnepi pillanatokat, előtte azonban jöjjön egy kis ízelítő a többi témánkból. Karácsonyfa díszítőverseny, 20 csapat nevezett szebbnél szebb saját készítésű díszekkel. Gigasztár tizedszerre, egy budapesti fiatalember Farkas Sándor nyerte a versenyt. És az év tanárai, idén is 6 pedagógus kapott elismerést. A Városi Televízió december 11-i hétfői híradóját látják, jó estét kívánok! A református gyülekezetek és iskolások közreműködésével lobbant fel hétvégén a város adventi koszorúján a második gyertya. Folytatódott az adventi hangverseny sorozat is, ezúttal a Cegléri Fúvós zenekar adott koncertet. Meggyújtották tegnap este a második gyertyát a Szabadság téren felállított adventi koszorún. Isten felmenti az embereket a vádak alól Jézus Krisztusban, így fogalmazott Perecki Őrs, református lelkész. Ez az egyháznak a feladat, hogy ezt az egy üzenetet újra és újra megragadja, elmondja, megértse, átélje, és ez által éljen ebben a világban. Ez az egyháznak a feladata, hogy ezt képviselje ebben a világon. Az meg az ünnepnek a feladata, karácsonynak a dolga, ha szabad ezt így fogalmazni, hogy erre ráirányítsa a figyelmünket, hogy amikor eljön az ünnep, akkor ezt megláthassuk, megérthessük, akkor ez igazán a miénk legyen. Figyeljünk erre rá, és lássuk meg azt, hogy Jézus nem válaszol semmit, nem válaszolhatok semmit. Az ő világa nagyon másik világ, de ez a másik világ nyit felé. Az adventi időszak mindig egy reményteljes várakozás, mondta Hánka Levente, református lelkész. Mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket az Isten elé, és Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fog őrizni a szíveiteket és gondolataiteket az Úr Jézus Krisztusban. Az ünnepi gyertyagyújtásban közreműködött a református általános iskola és óvoda is. De tegnap a református gyülekezeti házba is várták az érdeklődőket, hiszen a Cegléri Fúvós zenekar adventi hangversenyét hallhatták ott. Pészabó Zoltán néköszöntőjében a karácsonyról és az azt megelőző időszakról beszélt. Az elmélkedés, az imádkozás ideje, amikor arra is készülünk, hogy szeretteinknek örömet szerezzünk. Szerencsére a karácsonyról ma is elsőként szinte mindenkinek az jut eszébe, hogy ez az az ünnep, amikor együtt lehet azokkal, akiket szeret. A Fúvós zenekar színvonalas ünnepi műsorral készült a közönségnek. Intézmények, családok, baráti társaságok és munkahelyi kollektívák is jelentkeztek a karácsonyfa díszítő versenyre. A csapatok saját kézzel készített díszekkel ékesítették a fákat. Voltak, akik papírból, voltak, akik tobozból, míg mások lufiból és fonalból készítettek szebbnél szebb díszeket. A 20 fát a Városháza aulájában lehet megnézni december 15-ig, sőt, szavazni is lehet a legjobban tetszőre. Szitáló esőben kezdődött idén a karácsonyfa díszítő verseny. Ez azonban nem szegte a jelentkezők kedvét. A 20 csapat izgatottan várta a pillanatot, amikor elkezdhették díszíteni a fájukat. Neveztek családok, baráti társaságok, munkahelyi kollektívák is. Mindannyian nagy örömmel akasztották az ágakra a szebbnél szebb díszeket. Az ifjúsági könyvtár két csapattal vágott neki a feladatnak. Főként ezen a fán papír díszeket használtunk, a másik fán, ami ott van valahol, tobozokat használtunk. Diót használtunk, papírt használtunk, tehát próbáltunk minél kreatívabban, minél olcsóbban díszeket gyártani, és olyanokat, amik szépek, és akár egy családhoz is kerül a fa, akkor ugye azt érezze egy kisgyerek alatt, hogy igen, hogy milyen gyönyörű szép fánk van. A verseny kiírása szerint minden csapat saját kézzel készült díszekkel nevezhetett.
Nagyon örülök, hogy komolyan veszik azt, hogy saját készítésű díszekkel jöjjenek, és nem próbálkozik senki bolti díszekkel. Ez nagyon megható, mert hogy tényleg megértették a lényegét, hogy a saját kézzel készült, szeretettel adott dologról van szó. A legkülönbözőbb olykor meglepő technikákat és anyagokat használtak a csapatok. Voltak, akik papírból, mások termésből készítettek díszeket, de láttunk horgolt angyalkákat, sőt, lufi és fonal kombinációjából alkotott gömböt is. Fonálból készül, olyan technikával, hogy a lufi egy kis picire van fölfújva, és hát tapétaragasztós fonállal van körbetekerve, és akkor megszárad. És amikor megszárad, akkor végén ki van lukasztva a lufi, és szépen ki van húzva belőle. A karácsonyfa díszítő verseny a kreativitás mellett a közösség formálásról is szól. A csapatok ugyanis a díszek megtervezésétől a fára való felrakásig minden feladatot közösen végeznek. Ez egy csapat. Én azt mondom, hogy így összefog a két bölcsöde, és együtt a kolléganők készítik a dolgokat. Nem csak mi így négyen, akik kim vannak, vagy öten, hanem a bölcsödének a dolgozói összefogják, és akkor napközben vagy alvási időben csináljuk a díszeket, vagy ügyeletben. A 20 karácsonyfát bárki megnézheti a Városháza aulájában péntekig, sőt, szavazni is lehet a legjobban tetszőre. Az őrök fognak adni egy-egy darab papírt, amire fel kell írni a számát a fának. Tehát ez egy névtelen dolog, nem lehet tudni, hogy melyik csapat készít. Tehát csak a számra kell szavazni, és aztán a legtöbb szavazatot nyerő csapat fog kapni december 15-én az eredmény hirdetéskor egy ajándékot. A feldíszített fákat december 15-e után rászoruló ceglédi családokhoz juttatják el. Játékokkal, ajándékokkal és kézműves foglalkozással várta a dolgozók gyermekeit a hétvégén az Infineon Kft. Több éves hagyomány, hogy a város legnagyobb munkaadója Mikulás napi ünnepséget szervez. Ezúttal a művelődési központba várták a kicsiket, szüleiket és a nagyszülőket. A Mikulás és Manói is megjelentek a színpadon. De a mesejáték csak egy volt a sok közül, amivel meglepte az Infineon Kft. A dolgozók gyermekeit. A legbátrabbak még énekeltek is. A kis nyúldi dered, megbújik a földön, nem baj, ha hull a hó, csak vadász ne jöjjön. Több éves hagyomány már a cég életében, hogy Mikulás napi ünnepséget szervez. Ilyenkor a vállalat munkatársainak és természetesen a kicsiknek is számos programmal kedveskednek. Rendkívül örülünk neki, rendkívül. Hát azért, mert nyilván a lehetőség a gyerekeknek elsősorban, és ami a gyerekeknek jó, az öröm a szülőnek is. Hány gyerkőc van a családban? Hányan érkeztetek? Kettő, sajnos a kisebbiket nem tudtuk elhozni, mert megbetegedett, úgyhogy most a nagyobb képviseli a családot így, meg hát én. Az ifjabbik Stummer Lászlót a kézműves foglalkozás kötötte le leginkább. Gipsz Mikulást festett, de egyéb díszt is készített. Még itt az előzőnél csináltam egy angyalkát. Aha, ez miből van? Nem ez. A gyerekek gyöngyöt fűzhettek, készíthettek szalmadíszeket, de aki akart, mézes kalácsot is díszíthetett. Az egészen kicsiket babasarok várta. Volt zsonglőr játszóház, trambulin és persze rengeteg ajándék is, amelyeket természetesen a Mikulás osztott ki. Az egésznapos programon hotdoggal, palacsintával, kakaóval és teával vendégelték meg a gyerekeket és szüleiket. Átadták az év matematika, az év magyar tanára, valamint az év idegen nyelvi tanára kitüntető címeket. 6 pedagógus részesült elismerésben. Dr. Surányi Dezsőné, Nagy Irén, Vincéné Márföldi Tünde, Pusztai Szilvia Katalin, Bognárné Szepes Orsolya és Czerovszki Mónika. A gimnázium néhai pedagógusáról, Tóth Cifra Mihályról nevezték el azt a matematika díjat, amelyet 2002-ben adtak át először. Az elismerést dr. Beck György alapította. A díjra minden ceglédi iskola egy-egy tanárát ajánlhatja. Az év matematika tanára díjat idén dr. Surányi Dezsőné a Várkonyi iskola és Nagy Irén a Kossuth Lajos gimnázium pedagógusa vehette át. Az ünnepségen adták át a gimnázium tisztelt és szeretett néhai pedagógusáról, Velkei Imréről elnevezett díjat is. A magyar tanároknak járó elismerést 2009-ben adták át először. Az általános iskolákban tanítók közül idén Vincéné Márföldi Tünde, a református iskola. És Pusztai Szilvia Katalin, a Bem József Műszaki Szakgimnázium és Szakközépiskola pedagógusa kapta az elismerést.
A Rorák Imre nevével filmjelzett év idegen nyelvi tanára díjat is ketten kapták meg. Bognerné Szepes Orsolya, a Táncsics Mihály általános iskola tanára, és Czerovszky Mónika, a közgazdasági szakközépiskola és szakgimnázium pedagógusa vehette át az elismerést. A díjátadáson a Ceglédi Tanulók produkciói mellett előadás is köszöntötte a díjazottakat. Bizonyára tapasztalják, hogy napjainkban csökken a szavak értéke. Emlékeznek rá, valamikor azt mondtuk, hogy becsület szóra becs szó. Ez mit jelentett? Többet, mint százszor aláírt vagy agyonpecsételt papír. De van egy másik nagyon érdekes metafora, ugyancsak erre utal, hogy ma a szavak kitoposott cipők. Dr. Koltói Ádám mellett volt Eretelka is előadással készült a jeles eseményre. Egy budapesti fiatalember, Farkas Sándor nyerte meg a 10. Gigasztárt. A tehetségkutatóra az ország számos pontjáról érkeztek versenyzők, de ceglédi énekesek is bemutatkoztak. A novemberben megtartott elődöntőből 18 énekest juttatott tovább a zsűri a döntőbe. A vasárnap megtartott megmérettetésre azonban ennél is több énekes érkezett, hiszen a versenyzőknek nem csak szóló, hanem duettdallal is készülniük kellett. A zsűri végül a két produkció után értékelte az énekesek teljesítményét. A zsűri elnöke idén Terecskei Rita, a Zanzibár zenekar frontembere volt, aki elismerően szólt az énekesek teljesítményéről és tehetségéről. Tehát egyrészt gitáron együtt énekelni, tehát aki hozzászokott, annak tök egyszerű, vagy legalábbis úgy tűnik, de azért nem annyira egyszerű, de tök jó hoztad a tárnyát az egésznek, nem siettétek el, nem volt túl lassú, pontosan ott volt, ahol kell. A 10. ceglédi gigasztár győztese végül egy fővárosi fiatalember, Farkas Sándor lett. Második helyen megosztva Tóth Marian és Decsi Csaba végzett. A harmadik helyezett Kaszab Tamás lett. A ceglédi gigasztár ifjú reménysége Eleonor van der Burg lett. A szenior díjat Fehér Sándor vehette át. A legjobb duett díját Decsi Csaba és Lackó Karolina vehette át, de további számos kategóriában is elismeréseket adtak át a tegnap tartott megmérettetésen. A kereskedelmi és vendéglátóipari szakgimnázium szalagavatójával folytatódott a bálok sora. A diákok már hónapok óta készültek az estére, hogy minél szebb keringőt mutassanak be a közönségnek. Szombaton este az Ungvári László kereskedelmi és vendéglátóipari szakgimnázium és szakközépiskola diákjai élhették át a középiskolás évek egyik meghatározó mozzanatát, a szalagavató bált. Közelebb kerültünk következő céljainkhoz, az érettségi és szakmunkás vizsgához. Nagyjából egy évvel ezelőtt, amikor még csak szalagtűzőként álltunk ki, arra döbbentünk rá. Úristen, jövőre már mit fogunk ott állni? Milyen gyorsan telik az idő, és bizony ma eltelt ez az egy év. A tagintézmény vezető is szólt a tanulókhoz. Baranyi Tibor arról beszélt, hogy ez az az időszak, amikor a fiatalok újabb mérföldkőhöz érkeznek. Lesz, aki a tovább tanulás mellett dönt, és lesznek olyanok, akik munkába állnak. Kinek-kinek saját döntése kell, hogy ez legyen. Kedves diákok! A legfontosabbal kezdem azzal, hogy büszkék vagyunk rátok. Eljutottatok ifjúkorotok azon szakaszába, amikor lehetőségként a legnagyobb adományt kaptátok az élettől, ez pedig nem más, mint önmagadok megismerése. Önmagunk megismerése a legnagyobb utazás, a legfélelmetesebb felfedezés, a legtanulságosabb találkozás. Márai Sándor szavaival hangsúlyozta, miért fontos az önismeret. A kereskedelmi iskola végzősei alsóbb évfolyamos diáktársaiktól kapták meg a két évszámmal díszített selyemszalagot. A két évszám az iskolában eltöltött időt, a felvételi és a ballagás idejét jelzi. A beszédek, a szalagtűzés után a diákok bemutatták táncaikat is. A báli tudósítás volt a mai híradóban az utolsó, és egy örömteli hír még a végére. Elindult a Városi Televízió próbaadása a Telekomnál, vagyis mostantól ennél a szolgáltatónál is elérhetővé váltak műsoraink. A híradó végén köszönöm figyelmüket, most a háttér jön, amelyben a hétvégi adventi hangversenyből mutatunk részletet, friss híradóval pedig legközelebb majd holnap este 6-kor várom Önöket. Szép estét, viszontlátásra!